Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Lehet, hogy kicsit furcsa, hogy így kesztyűben dolgozom, de még mindig nagyon hideg van. A férjem ma néz majd egy ilyen elektromos fűtőtestet. Van ugyan itt a házban, de nem melegít igazán. De egy második talán segít abban, hogy kicsit melegebb legyen nálunk. Érdekes, ezt elmesélem nektek, amikor 9 évvel ezelőtt ide költöztünk Mallorcára, Barcelonából hajóval jöttünk át a szigetre. És a hajón megismerkedtünk egy német házaspárral. És elmesélték nekünk, hogy néha Németországban vannak, de tulajdonképpen itt élnek a szigeten, és a férj mondja, hogy igen, én jól érzem magam itt Mallorcán, de a feleségem az nem akar a téli hónapokban itt lenni, és akkor Thailandban vagyunk, mert nem bírja elviselni az időjárást. Akkor úgy csodálkoztam, mert arra gondoltam, hogy itt tulajdonképpen nincs tél, akkor miért nem akar itt maradni a szigeten, de az első tél alkalmával rájöttünk arra, a hölgyinek igaza volt, mert itt olyan hideg van, itt ugyan nem esik hó, nincs tél, nincs mínusz fok, viszont szeles az idő. És minden úgy átfúj itt a házon is. Nincs meg az a szigetelés, mint ahogy Németországban vagy Magyarországon, ahogy építkeznek, és tulajdonképpen, ha olyan húzatos itt minden, ez a hideg időszak bizony nagyon kellemetlen. De ez is elmúlik, mint minden. És visszatérek most a kártyákra. Itt látható a fa. Az azt jelenti, hogy ő keresi a biztonság érzetét. Fontos számára, hogy meglegyen a biztonság, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, ez lehet a párkapcsolat is. Itt utazásokról is szó van, és ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. A hajó jelenti a reményt is. Tehát megvan a remény arra, hogy legyen egy tartós párkapcsolat. Itt ez a fa kihat egészségügyi témákra is, megvan a gyógyító ereje. Azon kívül jelenti a türelmet, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. De megvan hozzá a remény, hogy itt kialakul egy tartós párkapcsolat. És milyenek az érzelmei? A torony azt jelenti, hogy fogva érzi magát. Ez olyan, mint egy labirintus. Keres egy kiútat, keres egy megoldást. De hamarosan megjelenik a nyilvánosságon, és az a vágya, hogy mások észrevegyék őt. Hogy ki tudja mutatni a tudását, a tehetségét, az érzelmeket. Ez a torony jelentheti azt is, hogy meg akart nagyobbítani valamit. Vagy jelenthet egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet is. És itt a nyilvánosság, az elismerések, a remény és a gyógyító erő. Mit fog tenni irányodba? Itt a gyűrű azt jelenti, hogy keresi veled a kapcsolatot.
de itt még vannak korlátozások, nehézségek. A hegy azt is jelentheti, hogy a hideg-rideg a tartása, holott a kapcsolat hozzád nagyon fontos számára. Az is lehet, hogy fél attól, hogy te visszautasítod őt. Amit a hegy még jelenthet, a hegyvidék, lehet ez egy utazás, egy kirándulás. Amit a hegy még jelent, mint időkártya, a téli hónapokat. Hogy a téli hónapok idején lesz itt kapcsolat, sőt, a gyűrű az lehet egy házassági ajánlat is. Mi fűz össze benneteket? Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatok, tervek, tiszta érzelmek. Amit a lilium még jelent a Lenormand kártyánál, a szexuális témák. Lehet, hogy megvan ez a testi kapcsolat, ez a vonzalom, de ő komolyan gondolja a dolgokat, hiszen a gyűrű azt jelenti, hogy mindig visszatér hozzád, keresi újra és újra a kapcsolatot, vagy lehet egy házassági ajánlat is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!